Na jó reggel, gyerekek! Sziasztok! Sziasztok! Szia vagyok! Nemrég keltünk. Úgy gondoltam, csinálok nektek egy ilyen napi vlogot, ha már itt szabadságon vagyunk. Szabadságra vágyom! Kikapcsolódnék! Na, úgyhogy nem tudom, mi lesz a mai programunk. El kell menni vásárolni nekem cipőt, meg ami kell a izébe. Ez. Hát akkor gyerekek, hosszú vlog lesz ez a mai nap. Fotózáshoz. De milyen cipőt kell vegyünk? Hát venni kell egy fehér sportcipőt, egy feketét. Márka nélkülit, ugye? Márka nélkülit, igen. Húha! Meg nem tudom. Na, cigi kávé. Reggeli. Most gyorsan elviszem a kutyákat. Megiszom, hogy amoda. És ezt is belerakott itt a karítok, vagy mi? Mai nap vlogot ma leveszem nekik. Nagyon sokan kérték, hogy mit csinálunk egy nap, főleg így, hogy nem dolgozunk. Lustálkodunk, jön el. Nem, mert az igazság, most nem viszem a kutyákat, ugye? Visszajövök. Visszatakarítok? Nem. Hogy mikor megyünk edzeni? Mikor menjünk? Hát én úgy gondoltam, hogy már 9:30 van. Leviszem a kutyákat, följövök, csinálok egy fehérje turmixot, megiszom, aztán lassan mehetünk. Leedzünk, hazajövök, takarítás, és akkor menjünk, ami kell venni, jó? Mit szólsz hozzá? Főzni is kéne valami. Na úgyhogy gyerekek, így lesz a mai nap, aztán majd kiderül. Úgyhogy na jól van, viszem le a kutyikat, majd jövünk vissza. Na sziasztok, itt is volnak. Lehoztam a kutyikat. Ugye ide szoktam lehozni, amikor ilyen rövid séta van. Ha egy nagyobb sétára megyek, akkor arra megyek a Dunapartra, leviszem őket. Mézi! Parkinak már kellett pisilni ilyen nagyon. Úgyhogy hát gyerekek, lehűlt a levegő. Nem annyira, de... Tina. Ott van Tina. Innen bezoomoljuk. Ott ül. Na, farkja még mindig pisil. Hát, lássátok, ezért mondom, azért itt szaladgál a mézi, ha lehozom. Nézzétek meg. Csak hát annyira lusta. Na, annyi gyerekek, még egy kicsit lent leszek velük egy 10 percet, aztán megyek fel. Na gyerekek, elkészítsük a reggeli turmixomat. Hát reggel tejjel szoktam inni. Ebbe ki 2 deci tej. Mi zutni? Semmi. Fáradt vagy? Nem. Kettő. Gondolkozom, hogy majd mivel kezdjem. A napot. Porszívózni. 2 deci tej. Aztán, hát ez most ilyen quattro protein. Hát nem valami finom, őszinte vagyok. Drága. Málna és joghurt. Hát ugye olyan, hát ebben van protein, BCA, glutamin. Hát elvileg jó cucc, de hát íze nem valami. Nem is az a íze baj, hanem ilyen lisztes marad, nem oldódik föl. Hát azért gyerekek, 19.000 forintot szerintem nem ér meg. Itt néz ki, van hozzá egy ilyen kis 2 deci tejhez, ugye egy ilyen púpos kanállal teszünk bele. Így. Nem iszol, Tina? Nem. Majd én veszek magamnak a biotekbe. Én ezt nem bírom meginni. Hát van itt egyébként másik is.
De a sékem sincs, mert... Ez sokkal finomabb. Van itt ilyen, ez csak kimondottan 100% fehérje. Itt ez fehér csok is, ez nagyon finom. Akkor miért nem ezt iszem? Nem olyan dizájnos, de amúgy ez 3000, hát 4000 forint ebből 1 kiló. Mondjuk ez 3 kilós. Hát azért, mert akarom fogyasztani ezt is, hát mikor fog ez elfogyni, ha nem iszom? De akkor minek vetted meg, ha nem jó? Hát... Mondjuk honnan tudtad volna. Na és akkor... Köszönösen. Van egy ilyen botmixerem. Én nem rázogattam, én csak így. És ennyi. Szét van csöpögtetve minden ezáltal. Istenem. Köszi. Tessék, add a tedbe. Így. Ez már Tina dolga elmosogatni. Na persze. Na, és akkor ez így néz ki. Ezt megiszom. Szoktam inni ilyen... A gyerekeknek van amúgy. Mi ez? Ja igen, omega 3. Halolajkapcsoló, ez kapszula nagyon jó. Ebből én naponta 3-at. Amúgy ez ilyen rágó tabletta. Finom egyébként, de én így egy... Megfogom és egybe tolom le. Megmutatom, ilyen hal alakja van neki. Nem most szoktam, inkább ilyen délben, ilyen ebéd előtt. Megeszek belőle 3-at, ugye C-vitamin, D-vitamin, magnézium. Ezeket minden nap szedem. De így edzés előtt csak egy ilyen turmixot. Meg szoktam L-karnitint, még hogyha én megyek futni vagy valami, kardiozni, akkor még L-karnitint szoktam szedni. Aztán ennyi gyerekek. Na, én ezt elfogyasztom. Egészségünkre, aztán megyünk edzeni. Na, sziasztok! Nem locsolom meg senki. Meg kiindulunk edzeni, csak közben Tina. Helyrehoztam. Pedig ez már kihalt volt, nem? Igen, de helyrehoztam. De ezt tényleg senki nem locsolom? Senki, Zoli, senki. Csak én egyedül. Hát azoknak annyi, azt nem bírtam, ezt se, csak ezt tudtam helyrehozni. Azért ügyes, hogy ezt az egyet is helyrehoztad. És vízzel locsolom. Úristen, ez a fel. A gyerekek elindultunk edzésemre. Nagyon lusta vagyok. Lusta vagy? Akkor mindenki a szélesen. Hát minek? De ha szeretek zabálni, akkor szeressek mozogni is. Ez így van. Ez pontosan így van. Opa. És mire fogsz edzeni, tudod már? Azt se tudom, fiú vagyok, vagy lány. Mártinám 10 óra van. Fura itthon lenni egyébként. Ja, nagyon. Hétköznap van és itthon vagyunk. De jó, legalább gyorsan túl vagyunk az edzésen, délelőtt megleszünk. Amúgy is még mennünk kell a Houndenbe. CCC. Kell Telekomba menni, Tinám. Most olyan sok helyre kell menni, tessék. Ja, azt hiszem az a mi. Micsoda? Mondani, hogy már milyen izé, retkes a kocsi. Na, szerintem retkes. De nem, ezt a, erre hittem. Nincs ja. Ott a kocsi, Zoli. Dehogy nem ott van mögötte. Ja. Az én nem tűnik csak úgy el. A sorompon ki is kéne menni. Hát miért? Akinek van izéje? Itt van. Kinyitod? Uh-huh. Köszi. Szívesen, tessék.
Mik vannak ebben a kocsiban? Én megöllek téged. Mi van benne? Ha, mik ezek? A saláta, basszus. Milyen saláta? Gyere, Robi, gyere. Énekel, már beülök az Audi-ba. Nem megy, az a baj, le van merülve. Ja, lemerítették. Beülök az Audi-ba. Nem tudom, azt a szöveget. Á, de. Lemegyek. Csíkszeredába. Mert csinálom a kedvedet. Atyám már. Na. Hülyeségeddel. Ki? Vezetsz? Vezetek. Elviszel? Elviszel. De Ari vagy. Köszi, tudom. Nem, nincs. Tényleg ott volt egy mezoli, nincs. Nincsen. Látod itt is milyen szemetet csinálsz? Én mondom, megöllek téged. Ki a baján már mindig. Főleg korán reggel így gyomor. Amúgy nem jó ez a parfüm, ami most van rajtam, igaz? Miért ez milyen? Hát ez a izé. Na, mehetünk, fiam. Hát még nem. Várjál. Tudom. Így melegedni kell a pacinak. Igen. Ez úgy van, gyerekek, hogy ez... Én minden kocsmát... Amúgy ez miért nem magyar? Már át kell állítani. Ahogy már beírt az edzőterme. Dehogy írom. Miért írnám be? Egy perc járatás, aztán lehet menni. De akkor egy szab... perc néma csend. Igen, de akkor se szabad ugye még megnyomni neki, csak akkor nyomjuk meg neki. Kiértünk a parkolóból. Nem, ha vízhőfok 90 fokos. Még csak 50. Se, még semmi, még csak most lett beindítva. Kímélni kell a kocsikat, nem szabad hideg motorral nyomni. Esküszöm, Jobbágyiba több rendőr van, mint itt, Pesten. Ja, ott kiszedtek téged, Jobbágyi. Viszem a Reginát haza átöltözni. Láttam, néznek nagyon. Jó van, mondom. Jövök visszafele. De jó. Le is állítok, le. Mi? Azt mondja, forgalmi engedély, vagy hogy kell. Vezetői engedély, forgalmi. Forgalmi. Na, mondom, ha nem lesz itt a forgalmi, meghalsz. De itt volt. Jó van, adodom neki az izét. Azt mondja, egy lakcímkártyát is kérhetek. De azt miért kérte el amúgy? Hát nem tudom, pedig az hülyeség. Azt mondja, budapesti lakos, mondom, igen. És a szülei hol laknak? Mondom, a Táncsics utca 16-ba. Ja, igen, tudom. Lekértek. Vigyázzon magára. Balesetmentes közlekedést. Mondom, köszönöm szépen. Fú, tudtam, hogy kiszednek. Ha bizti ki ezt, tudod? Na mindegy. Na, eltelt az egy perc. El. Mehetünk? Parkolás segítő. Nézze, biztonságos? Micsoda? A parkolásod biztonságos? Hát azt én nem tudom. Kérdezi. Tényleg? Nézze, biztonságos. Úristen. Ez a kocsi beszél is. Itt ez a kis bigyuszka. Vigyázz. Elvettem. Eléred onnan? Megpróbálom. Hol van? Itt van. A francokat érem el. Oké. Egy pillanatot kérek, Zoltánom.
ezt soha nem érem el. Ezt már felengedhetem, ugye? Hopp, igen, fel. Mert üresben van. Olyan kicsi vagyok, mint a franc. A gyerekek vissza, hogy csak közben hívnak, föl kell vegyem. Ki az András? Visszajöttem, gyerekek. Hát egy szabadság alatt is minket kérdeznek mindenről. Kulcsokat keresnek, ugye? Hát nem vagyok ott. Na, mindegy. Szerintem is. Nem nagyon szeretem ezt a kocsit, Zoli. Miért? Nem. Na, akkor szállj ki. Ilyen ideg? Tényleg? Igen. Na. Hát de ne itt. Majd a kútra bemegyünk. Nem tudom, nekem olyan furcsa. Maradj te a Suzuki-nál, ugye? Mehetsz, édesem. De mi furcsa neked? Ilyen... Hogy mondjam neked? Haladjatok már! Hát elsőségük van. Hát de nézd már, milyen hát, lájtosak. Hát de most nem vizélheted őket. Gyorsan, hogy szaladjanak. Ráérősek ők. Nem tudod, az a baj ezzel a kocsival, elmondom. Na. Hogy nagyon harap, de nem is ez a baj vele, hanem hogy nagy értékű. És félek vele, érted? Hát ez most, na, ez csak egy eszköz. Jó van, de nincs kedvem összetörni. De még de amúgy ezt az kit se törtem de össze. De úgy nem is szabad egy kocsival belülni, hogy te ezt össze fogod törni. Nem fogod összetelni. Mi, a Suzuki-t még csináltam vele valamit? Nem. Azt már mióta van jogosítványom? Fázol. Te nem? Nem. Nem szabad úgy beleülni, hogy félve. Hát az már rég rossz. Hát mindegy. Jó, amúgy jó vezetni. Csak jobb szeretek anyós ülésen ülni. Már mindjárt eső lesz. De amúgy hogy lehűlt? Amúgy tudtad, hogy még két hétvége is jön a ősz? Nem. De. Tényleg? Igen. Az nagyon jó. Még két izé. Két hétvége. Ott megyünk a izébe, nem? Hát csak kivége egyenesen a Vác. Azért persze. Mondtam, azt kérdezem. Vlog. Igen, gyerekek. Most fölveszem nektek az egész napunkat. Tényleg? Ja. Takarítást is. Nagyjából. Sokan kérdezték amúgy is, hogy lesz takarítós videó. Képzeljétek el, gyerekek, szoktam olyat nézni este, most ne nézzétek hülyének, hogy takarítanak külföldön. Pókálóznak, porszívóznak. Hát abban mit kell nézni? Hát most vagy jó mi? Nézni ilyeneket. Nem tudom miért, de jó. Amint, de én ezt nem értem, hogy egy takarítás... De még nézzel kocsis videókat. Egy takarításban mit lehet nézni, de hát... Hát... De hát ha akarod, akkor én leveszlek téged, hogy takarítasz. Nem tudom, mennyien kíváncsiak rá. Nagyon sokan, mert már kérdezték, hogy izé... Lesz takarítós videó? Amúgy is muszáj vagyok, úgyhogy... Hát jó, persze. Akkor ha levideózod az egész napunkat, akkor... Másik is, nem? Hogy ez még az izé maradék az izéből? Hát azt nem tudom. Kicsit olyan fáradt, nem jól aludtam amúgy. Sokszor fáradt. Ahhoz képest úgy aludtam, mint akit agyonütöttek. Ja, Istenem, te honnan tudod? Hát mert tudom. Te aludtál úgy. Még a nyálad is folyt. Persze. Feszt a kezemre fekszel, el van... Miért teszed oda a kezem? Olyan, így van, mint ez. Amikor le van nyomorodva a kezem, és már nem bírom felizélni. Addig örülj, míg rajtad fekszek te. Istenem, ne lapjad már szövegemet, jó? Köszi. Sorup idős. Menj be hellé. Már... Nem mész be hellé? Nem. Edzés előtt hell. Hát azt mondta, hozzak a boltból, hát. Hát jó, de nem gondoltam, hogy hamar jövünk edzeni amúgy. Hamar? Hát 10 óra elmúlt. Minél előbb túl kell rajta lenni. Minél előbb, annál jobb, nem? Igen.
hazajövünk. Gyors, készítek magamnak egy reggelit. Mit? Hát szokásos. Tojás. Így van. Főzni kéne valamit. De mit? Valami finomat. Nagyon nagy gyerekek. Odaérkeztünk, jövünk. Na, megérkeztünk. Kicsit elponyultam a kocsiba. Persze. De. Na jó van, gyerekek. Megyünk be edzésre. Hát bent nem videózok, mert én edzeni szeretném. Elvette valaki az izéjét, basszus szegény. Élporcát, azért odaadjuk le. De ez már átment az autó. Hát azért adjuk le, hát ha valaki keresi. És mit veszít el vele? Ja. Így van. Biztos nem vette észre. Jó van. Tina, veszi magának az edzést. Én edzeni szeretnék, úgyhogy... Nem bírom most. Jó, akkor edzés végén jövünk. Nekek végeztünk az edzéssel. Hú! Így volt. Tina TikTok live-ozik. Ugye? Az elmaradhatatlan TikTok live. Na, dobd rá a cuccod. Köszi. Na, megyek a Marihoz. Minek? Csirkemel meg bulgurél. Az szép, a Mari pont itt van a live-ba. Marika, megyek hozzád. Na, ja. Jól van. Na, onnan jövünk vissza. Sziasztok! Gyerekek, megérkeztünk a Marihoz. Már megyek hozzá kajáért. Mindig ide jövök ebédére, amikor ugye diétázom, meg edzem. Itt van közel a teremhez. Nagyon finom a bulgur, és ugye csirkemellel szoktam enni. Itt Mondiba dolgozik. Cső, Marika! Mi? Mit főztél nekem? Marika, szépen viselkedjél. Nézzétek meg, gyerekek. Mari. Egyéb bulgur. Jó? Tényleg? Akkor rizssel kérek szépen csirke mellett. És egy sajtot, jó? Mari, nekem mit ajánlanál? Ez izé az a babos borjú, Mari? Otthon egyes. Nézzétek meg, itt dolgozik a Mari. Lehet ide jönni ebédelni. Hagy dolgozzon jó sokat. Szakács is, meg közben ki is szolgál. Kérek egy ilyet, Marika, hogy semmivel, csak magában. Igen. Én nekem ennyi. Mari, én mit tegyek? Nem tudom. Ott a girosz. Na jó van, gyerekek, csak már mutattam, hogy hol van a Mari. Na, sziasztok, gyerekek. Hazaértünk. Ugye voltunk a Marinák ajánlért. Hát én most ilyen borjú húst teszek. Ilyen babos borjú. Nagyon finom, így eszem meg kenyér nélkül, minden nélkül. Úgyhogy ez lesz most a kis ebédem. Hát hoztam még ugye csirkemellet, rántott csirkemell rizssel. Hát egy sajtot is hoztam, de nem hiszem, hogy ezt megeszem. Kutyáknak hoztam csirkemájat. Ez is amúgy nagyon finom, nagyon szeretik a kutyák. Úgyhogy, ja, ezt nekik hoztam ebédre. Úgyhogy ennyi. Tina közben telefonál még. Kim van az erkélyen. Na, úgyhogy én ezt most megeszem. És akkor majd jövünk vissza. A gyerekek, Tina már elkezdett takarítani.
Mi? Terasz csinálod? Aha, felmosok, meg elpakolok, meg amit a park így csinál, gyereke. Az biztos, mindent kihord ide. Mert ő megöl. Másik is az első, Tina. Aha. Vigyázz, mert vízes a izé, most mostan föl. Ja. Mi? Jó van. A lámpa. De rossz idő van. Van alvós idő van. Ez a fajnokom is. Picit lefeküdtem pihenni farkiékkal egy pár percet, de... Holnap megyek én. Hányra megyünk holnap? Hova? Én próbára vagy hova. Dél? Ha megyek a fodrászhoz is holnap, aha. Hát dél vagy egy óra. Ja. Most utána mész be. Aha, hát bent is kell, csak már mondom, felmosom ezt a teraszt, de hát esik az eső, hiába mosod fel. Az üzes lesz úgy is. Mi újság van, baranyai? Semmi. Van álmos vagyok, nem tudom, mi van. Akkor csak így fáradtabb vagyok, mint hogyha dolgoztam volna. Na mindegy. Majd máskor. De azért van, mert kicsit lefeküdtem a farkival. Nem aludtál. Dehogy nem aludtam. Nem aludtam. Nem, dehogy is. Nem aludtam, gyerekek. Az a feje a farkinak. Úristen. Mert? Nézd, de van a info, te. Nyelve kint. Ja. Brutális a farki. Én úgy szeretem a teraszomat, Zoli. Szereted? Uh-huh. És ki akarom hozni egy kicsit a fát. Melyiket a izé? A pálmafát, hogy... Ja. Erre felé húzzad, a másik irányba. Úgy. De nem is értem, hogy miért nincsenek kint amúgy. Hát nincsen hideg. Mert félek, hogy eltöri az eső. Jaj, de hogy töri? Jó, jó, nagyok már tényleg. Oda tegyed. Nem oda kéne be a sarokba. Hát itt jobban érje az izé. Eső? Eső meg ilyenek. Hát ez a virág, ez tiszta gáz, ez a rózsafa. Az egyszer meghal, egyszer újra éled. De ez most komolyan, pedig minden megvan adva neki. Hát ja. Minden. Tápos izé. Minden. Szerintem lehet nem jó neki a izé. A fény. A fény. Valami, valami van, ja. Hát jó, benn meg nincs helyem. Úristen. Na. Ennyi gaz. Hát, gaz a fejed. For different. Tiszta Hawaii. Ó, gyerekek. Visszajöttem Törökországba. Látod? Visszagyaltál Törökországba. De jó nekem. Hol vannak róla a banánok, meg ilyenek? Hát... Ja, hogy ez nem is olyan fa. Ezt képzeld oda. Van. Nézd meg. Nézd meg a babái. Nézd. Mindenhol a babái vannak. És kelljek innen föl? Nem kell. Ezt áttöröltem, csak mondom. Ja. Majd ezt még kiporszívózom, a szőnyeget. Megcsalom a... Virágaimat. Nem tudom tényleg mi van azzal a virággal. El kell engedni. Hát jó, de bimbózik. Azt hervad el. Óha rózsa, bimbó lehetnék. Rászállnának szépen a fecskék. Ja nem? Majdnem. Mi? Na jól van. Most akkor kész vagy már teraszon? Teraszon már fel is mostam. Igazság szerint. Csak meglacsolom ezeket a... Én nem tudom, ennek... Én segítsek valamit? Mi? Ha. De tényleg, most segítsek. Mi segítel? Hát leszettem a szállítóra a ruhákat. Igen. Ezt össze kell hajtani, le kell törölgetni. Fel kell De hol vannak a ruhák? Arra van baszva.
És akkor most te hajtsam össze? Dehogy! Mi összehajtod? Hát most miért? Segítek! Hát mennünk kell még sokféle helyre, nem? Pólusba mennünk kell. Szobát rendbe kell rakni. Neked cipőt kell venni, nem? Vagy ez még ráér? De amúgy is el kell menni a pólusba mindenképpen. Na jól, segítek, jó? Na jó van, akkor ne kamerázz már. De akkor hogy kamerázom a takarításodat? Hát akkor kamerázzak, hát én egy tik-tak meg. Jó, hát azért végig nem akarom venni. Teszek mindig ilyen részleteket, jó? Jó. Segítek egy kicsit, aztán veszem, megint segítek egy kicsit. És akkor így. Na, peace, ti nem. Csákány. Na, gyerekek. Hát én most elmosogatok. Ja. Ha miért? Ez mosogatás, nem? Nem tudom. Bepakolni a gépbe? Hogy kell ezt így? Várjál, lehet, hogy hülye vagyok hozzá. A kanalakat... Nem mindegy, amúgy, hogy rakod. Nem, mindegy. Ne. A kanalaknak van ilyen kis izé, tartája. Igen. Itt van. Oké. Akkor inkább először az alsót nyitom ki. Kivések ide. Kanál is. Jó, de ne hisz, ezek utolsó meg. Te mit csinálsz? Leszetted ezt a nagy fejet? Hát igen. Ó, Isten. Hát jó. Tina virágja még mindig szép. Igen. Hát meg kicsit nyüstöl, de még mindig szép. Ja, de amúgy még tényleg szép. Na, akkor jönnek a tányírok. A ilyet azt ki kell önteni? Mi az? Ilyen van, ilyen maradék, azt nem tudja kimosni. De miért hagyod benne, ha eszed? Állítólag a zöld baba kedvenced, nem? Ahhoz képest. Jó van, mánt. Aha, ha még ki is jönne, akkor jó is lenne. Na, majd így most már kijön. Gyermeket. Ott a kaját is nem is ettél, mint Tina. Nem tudják rá. Na. Azért. És már mehet a gépbe. Úgy. Nézd, hogy milyen gyorsan mosogatok, Tina. Te látod ezt? Micsoda? Takarítás. De látod, én is segítek, nem mondhatom. Aha, nagyon ügyes vagy. Köszi. Szívesen. Máshol nincsen mosatlan? Meg szerintem meg reggeli kávéstalramat mondom. Sékerem, mondjuk ezt tisztul, én ezt elmosom magam után. Hát van ez. Szia, farkantós. De ezt a nagyot, ezt el kell mosni kézzel, mert nem fog már beférni. Akkor majd elmosom, engedd el. Jó. Na, van még valami? Na, köszi. Látjátok, itt is van kossz, gyerekek. Minden lenne. Mindenhol van, szerintem. Emberek vagyunk. Ahogy látjátok. Na, is van ezt be. Ja. Na, tettem bele ezt a valamit. Kapszulát teszel bele? Ott van. Aha. És akkor ez az Eco programon, ugye? Aha. Ez nem most olyan sokáig. Na. Azt mindezt kell hajtani? Hát most szedtem le a szállítóról, Zoli. Ez van. Akkor én ezt meg elmosom neked, jó? Oké. Okay.
Na jó, elmosogatok neki. Amúgy ennyi most... mi mosunk, gyerekek? Hát na, hát most mindenhol van szerintem ennyi. Kettő emberről? Úgyhogy hetente kétszer mosunk? Hát jó, de most jársz dolgozni, levetkőzve, mész edzeni, levetkőzve. Hát most... Na. Ez kacikat. Na jó van. Segítek, jó, elmosogatok. Na jó, ezt úgy, hogy fogod a kamerát? Nem, hát ja. Azt igaz, ne. Állítom. Na gyerekek, ezt nézzétek, el is mosogattam. És ezt mindössze, hány perc? Na, látod, már megint. Mi az? És milyen hamar elmosogattam. Na, meg ott is mosogatok. Ja, tényleg, el is felejtem, hát a... Hát a vitaminok, gyerek. Hát a vitaminok. Hát ez nagyon szükséges. Akkor ugye ebből van három. Omega 3. Gyerekek, nagyon-nagyon fontos dolog. A vitaminok szedése. Van nekem a kis vitaminos. Na, már alsóba. Alsó? Igen. Na. Van nekünk ez. Ez. Ez már kifogyott. Igen. Új, gyerekek. Ezt most megmutatom nektek. Itt meg kell venni, bevásárolni izéket, vitaminokat, mert már nem sok van bennük. Hogy lehűlt az idő, ja. Amúgy... Nézzétek meg, gyerekek. Hát ugye van a C-vitamin, ebben van D3, cink. D4. Ez ugye 1000 mg-os, úgyhogy ebből is kettő. Úgy. Oké, D-vitamin, ez nagyon fontos, gyerekek, főleg aki edzésre jár, ebből is, ebből kettőt, hát szoktam ilyen mega aminót szedni, ez ilyen aminósav. Ebből többet kéne, de most csak egyet szedek be, mert még annyira nem vagyok nagy edzősbe. Ezek is mind ilyen vitaminok, ez a Forever Lean, babkivonat és krómot tartalmaz. Ebből is napi egyet szoktam. Oké, akkor van nekünk még olyan, hogy ilyen immunerősítő forte, immunrendszer normál működéséért, hát ebben nagyon sok van, szél, cink, D-vitamin, C, nagyon sok minden van benne egyébként. Ásványi anyagok, ebből is egyet, úristen. De nem kész, Tina? Nem. Elég baj az. Ennek olyan rossz íze van amúgy. Ez így néz ki. Szerintem azt mondod, ilyenkor vágnál neki olyan pofont. Hát kéne vágjon pofont neked, mert nem szeded. Hát ez is ilyen... Hát ez ilyen... Én ebből nem veszek be, mert ezt nem nagyon szoktam. Ezt azt sem tudom, hogy ez mire van egyébként. Na mindegy.
Most ebből nem lesz egy. Na hát ennyi. Ez azt mondja 3, 5, 7, 8, 9, ez 10 szem. Ez a napi adagom. Gyerekek, vitaminból. Ezt mindenki szedje. Te mit csinálsz? Életet lehet és pontja Bobba? Ja! Gyerekek, nem kell valakinek ilyen lámpa? Miért nem kell már ez nekem? Nekem nem. Na, akkor gyerekek, van itt 2 darab ilyen egyforma. Ingyen van, Ikeások. Ikeások? Aha. Ikeás. Ja, még égő is van benne. Ég? Ja, itt van, igen, tényleg Ikea. Hát ez ilyen izé mellé való, nem ugye? Ilyen ágy mellé, de nekünk aha, ugye van. Ágy mellé, de nekünk van, úgyhogy ha valaki igénytartás, itt lakik közel, vagy valami, akkor szívesen odaadjuk. Mert nem akarjuk kidobni. Persze. Órának a doboza. Én megiszom ilyen cukormentes fiúz teával. Ezeket a valamiket. Én úgy szoktam, gyerekek, hogy egybe bekapom az egészet. Akkor hadd szóljon. Tina még egyel is küszködne. Azért nem szedem el olyan nagy. Na jó, gyerekek, megiszom azt a jövőt. Ennek hogy tört le az izéje? Nem tudsz róla valamit? Nem. Mi tört le róla? Tört le. Ó, muta? Nem. Ha valószínű biztos leesett az asztalról. Akkor kidobjam? Vagy ezt is le kéne törni? De ne úgy már, hogy valamivel letudom én. Na jó, megisszom aztán a vissza. Na gyerekek, megittem a vitaminjaimat. Tina elkezdett porszívózni. Gyere már segítsélek persze. Mondjad. Várjál. Kajak csinálsz a karítós maga? Hát most beleveszem ezt is. Na, mibe segítsek, édesem? Majd elhúzom a... Ja, én nem, hogy hozzuk el. Gúgyi, ne! Na? Így jó vagy még? Hát befér ez a kis vas. De innen alulról, hallod, Tina? Onnan befér teljesen alulról. Hát de én nem látom, hogy van-e benne valami, vagy nincs. Ja, lehet valami kincsek vannak. Nem, mert amúgy... Várjál már. Nem, mert mindig kiporszívózok, hogy csak hát, szeretem. Istenem, az a telefon. Na. Látod? Nem, amúgy. Ha lehet csak poros. Csak a parkika. Mindent bedobál, mindent ide. Jobb szeretem, ha... A piroson világít, a ízű, szerintem ki kell takarítani. Jó, már tele van, de várjál már. Várjál már, még... Egy kis műnyeget megcsinálom. Ne tölt vissza. Ja, felmosol mögötte. Közben elkezdetted, de miért nem eszel már? Egyél már, gyere! Majd eszek közben! Na mutatom, közben elkezdett enni. Ugye ő halat eszik. Saláta, friss. Hú, át sem tudok menni. Na jó, gyerekek, majd jövök még vissza. Na. Na, hogy állsz, Tina? Hát még mindig sehogy, drágám. Én már most tudom amúgy. Tényleg? Uh-huh. De jó neked. És hol a vége? Ja, még ezt meg kell csinálnom gyorsan. Tarjámba mindenki a lábamra lépett. Nézzétek meg a cipőmet. Na. Mindenki a
A másikat megcsináltam. De ezt most egy kicsit megpróbálom kicsit kikefélni. És az a baj, hogy ezt mosni sem lehet. Ilyen drága cipőt nem lehet mosni. Igen, nem lehet mosni, mert... Ez kiakasztó. Gyerekek, veszel 50 ezer forintért cipőt. Jobb esetben, amúgy 60. Volt. De... És gyerekek, nem lehet kimosni, mert elvesz a garanciája. Na, akkor hogy takarítod meg? Kérdezem én. Ja igen, vidd el! Ilyen... Igen, hát ilyen, szerintem ilyen gőzzel. Kitisztítják, pedig muszáj lesz elvinni. Jó, most ezt valahogy megpróbálom kiszedni belőle. Na idegesít. Na jó, gyerekek, megpróbálom kiszedni, aztán jövök a végeredménye. Na gyerekek, átsikáltam. Hát valamennyire kijött, de most jön a trükk. Csak kitesz nekem egy percre, édesként. Persze, várj egy kicsit akkor. De ügyes vagy. Na? Azt emelt föl. Úristen. Ez egy porszívó, csak mondom. Most mondja, nem veszel nekem édesem egy másik cipőt? Nem kell, csak tedd le így. Tedd le a földre. Ja. Nem, úgy. Igen? Csak kapcsolt be nekem. Hol kell veszni? Ja, nem. Hol kell bekapcsolni? Másik oldal, ott. Jó. Na. A gyerekek, kiszívjuk belőle a fosz. Tűlni. Hát üljél! Na, köszönöm! Hát direkt erre van ez a porszívom, csak cipőket. Na! Olyan bízsebe! Na nézd meg, tessék, ki is van takarítva. Örülök neki. Csak még a lakás nincs. Ez fontosabb. Ja, ne haragudj. De veszel majd még nekem egy cipőt? Ma? Hát nem, ma majd hol. De hol akarsz venni cipőt? Hát tudod, a Dunakeszin. Ott a Nike-ba? Aha. Uh-huh. Hát, ha jó fiú leszel. Jó, csori. Jó, hát, nem igaz. Nem veszel. Hát, az visszateszem neked a széket. Köszönöm. De Zoli, nem mondjad ma, hogy itt szellemek vannak. Hát most látod, valaki le akart ülni, na. Olyan. Egyébként ez miatt esik le, de ezt miért teszed alá? Le fog esni mindegyik. De akkor... Látod? Nézd meg. De lecsúszik amúgy is. Amúgy nem. Azt úgy, a tetejére, úgy. Meg ezt is már leesik. Tiszta szöszek ezek a párnák, ahogy nézsz. Elveszed? Aha. Várjál. Na, így. Most már szellem bácsi... Vigyázz! Látod? Nem akar leülni, már csak le akar feküdni majd. Feküdjön otthon magának, ne itt! Az én kis kerelomba. Na. Na de mikor végzel már? Na, Zoli, azt hiszed, hogy olyan gyorsan megy egy takarítás. Na.
Még van. Mi? Ezek a lámpákat kidobhatod? Majd nem. De Zolika, annyi cipő, gyerekek, figyeljetek. Adjad már. Veszel-e még cipőt? Igen, kérek. Hogy neked a cipő az életed, csak cipőnk legyen, semmi más. Ott is csak az én cipő. És még van a kocsiba, az edzőstáskádba. Hát ki hord el ennyi cipőt? Ki? Én. Azért. Ja. Mindjárt nyakon ütlek. Mindjárt vágok neked olyan pofont. Na. Na. Na, aztán úgy szaszi van, gyerekek. Mi? Szaszi van a levesbe. Ezt nem dobom ki, ezt a lámpát, hát ha valakinek kell. Kinek kéne az a lámpa? Ó, hát sose tudni. Mi? Amúgy egy jó dizájnos lámpa egyébként. Egy jó dizájnos. Hát a gyerekek, majd hogyha fölmegy a vlog valamikor este tájéken, majd írjatok, hogy kell-e valakinek. De aki csak a közelben, akik postázni nem postázok sem. Ha megint nem szívezok. Igazság szerint jobban szeretek kocsimázni, mint söprögetni, mert hát őszintén megvallva, nem lesz szóval. Ez elég gyorsan haladok. Hát igen. Nem tudom, mit akarítás. Szia, spongya! Mi újság van? Kérek egy herkentyű burgert. De kár, hogy eljött róla, és hogy kiment belőle az ő időnök. Micsoda? Ez a... Én nyomtam az a temeletből. Ja? Azért kell megigazítani. Időként. Ó, de csúnya idő van, gyerekek. Amúgy mennyi az idő? Hát már 3 óra. Nem mondod, azt a csimáma meg se álltam. Na. Olyan furcsa itthon lenni egész nap. Ugye? Aha. De amúgy jó. Nem veszel, meg tudnád szokni? Nem veszel meg. Nem sokáig fogok én már dolgozni. Ó, csóri büdös tetyves. Majd meglátod. Bejönnek az elképzeléseim. Akkor is dolgoznod kell, mindig dolgoznod kell. Ja persze, mindig magad mellett kell. Így van. Papa mellett a helyed mindig, vagy a bátyja mellett, tudod? Most papa vagy bátyja? Hát bátyja. Egyelőre. Nehogy már égesd magad ezzel a... Nem mondok semmit, tudod mire gondolok. Ettél már? Hát... Nem nagyon gyümbe. De most a Marinak kell csinálnod izért? Igen, mert mindig kitalál, gyerekek, akárhányszor ide, úgy jön ide a nővérem, de ezt most nagyon komolyan mondom nektek, hogyha főzök neki. Ha nem főzök neki, most izét rendelt, mit? Gyrosz. Ezek be vannak fizetve? Be, igen, mindenben van. Jó, akkor. De akkor ezek minek ezek a papírok? Hát mindig elteszem azért, sose tudni. De izé, a neten fizetted be? Uh-huh. Na, mit akartam mondani? Ja igen, hogy úgy jön ide a nővérem, gyerekek, képzeljétek el, hogyha főzök... Mit izé, ez a ital? Igen. De szemét vagy? Mondjad azt, hogy alkoholista vagyok. Hát, nem tudom, gyerekek. Ja. Döntsétek el. Saját uram leéget, érted? Így is azt mondják. Döntsétek el. Mi, az én, mert van itthon ital? Hülyéskedek, nem. Nem az én van, mert én alkoholista. Ó, azt ihatná is minden nap, azt hiszed.
Ó, Istenem, mert amúgy szólhatnál is. Hát nagy, nem akkor. Szekrényeket is kifizik. Tényleg a maminak ezt elfelejtsük már. Na tényleg, mindig. Kollagén. Dob bele, vagy majd tedd oda izére. Ide teszem, hogy lássuk. Igen, mert lehet, hogy amúgy sokan írták, hogy elvileg attól helyre jön a izéje, nem? A bába. Olyan fura illata van ennek a szernek. De ez nagyon jó ez a szer. Hát tudom, mindig azzal törölgetek. Mindig. Na. Hát akkor már lényegében felmosás, és akkor zsalhatunk, nem? Hát igen, ott van a fürdő, a WC. Ó, azt nem lehetne tépteni. Nem, Zoli! Hagyni. Hova sietsz? Mennél Dunakeszire? Nem, most nem, majd holnap akarok oda. Hát nem, csak... Na. Jó van. Azt hiszed, hogy nekem olyan jó, hogy a szabadságomat is ezzel töltem. És akkor még föl... Ó, ilyeneket is venni kell, Tina, üresen. Már üresen? Csim, azt most vettünk. Igen. Tényleg üres. Amúgy kevés van benne. Hát azért nem most, tudod mikor vettem. Egy hónap. Mi? Ja, hát de meddig tartson? Hát de a legalacsonyabb fokozaton de van. Hiába, ha megy egész nap. Jó, bemegyünk a izébe. Hát tudod, ki van meredve. Egyikbe sincs. Azért nincs már ilyen illatban. Igen, ezt ki is dobom. Ezt te meg azt mondtad, hogy azért már hozzászoktuk. Zolika, ezek a kenyerek már olyan régiek. Nézd meg. Jó. Mert mind veszel-e még? Nézzétek meg, mit csinál a Tina. Na. Én csinálom. Veszel-e ebből nem lehet még bundás kenyeret csinálni? De megeszed akkor. Vagy pirítóst. És ez még ezt a papától kaptam, még ki sincs bontva. Pirítós, de lehet belőle még csinálni. Nézzétek meg a nagy pazarlást. Én is ezt is kidobom, hogy veszel már frisset. Nem! Razib, rohadd ide be! Hogy neked, fú, hány hetente amúgy hány kenyeret veszel? Semmi, két hetente veszek egy olyat. Hát, na ott van, vettem, de hát kukába is landol. Az a baj, elfelejtem, meg nem nagyon eszek kenyeret. De na, ezt mondtam a múltkor is, mikor kenyeret vettél. Hogy reggelihez minden... eszek max két kis szeletet. De akkor aztán... veszek két teljes kiörlésű zsömlét, pont, ennyi, kész. Nem az, hogy még te veszel, akárhányszor megyünk gyerekek a Lidlbe, de ezt most komolyan mondom, viccen kívül mondom. Ő na? Mindig kenyeret vesz, mindig, minden esetben. Tina, mondjad. Majd kipróbáljuk egyszer, lemész a Dunapartra? Jaj, megint. Ezt a izét, hokitokit. Próbáljuk már majd ki. Zolika már kipróbáltad. De ne, most kíváncsi vagyok, hogy valódi 8 kilométerig megy-e. Mert ez, azért menjek le a partra. Mert ez egy Motorola egyébként. És igen, és akkor úgy kéne kommunikálni, tudod, ilyen bréko-bréko. Hát, hogyne. Jó, majd kipróbáljuk, viszed majd a kutyákat egyszer. Vagy nem, én elviszem a kutyákat, te meg maradsz itthon. Jó? Na igen, és? És akkor majd jelentkezek, tudod. Amúgy nagy fasza. De minek vettem én ezt, amúgy én nem is tudom. Mennyi volt? 10 000? Ha, 10, persze. Akkor mennyi? Akkor jó állt van. Tudod mennyi volt? 10.900 forint. Na, jól mondtam én. Mi azt hitted, hogy egyszer építészmérnök leszel, vagy nem értelek? Mert amúgy ők használnak ilyeneket, tehát messze vannak egymástól. Te amúgy... Miért most 10.000-et nem ért meg? De mi jó? Aki, de mit csinálsz vele? Hát én sose... Mi, nem ész, azt majd ízész, hogy belegítsél enni, vagy én nem értem. Ugye sose tudni, amikor kilövik az összes hálózatot, a mobil hálózatokat. És akkor csak... Isten. És akkor majd tudunk beszélni. Szobáldig vissza. Üres! Ja, tudod? Ja, na jó, addig el ne vesszem. Hát igen. Istenem. De ilyeneket nem szeretek a kínaiba venni, ilyeneket nem a kínaiba szoktam ilyeneket venni. Ó, és azért rossz mamba, rossz mamba. Csak a rossz mamba, mert a kínaiak nekem, nem tudom, az amúgy nem jó a kínai, semmiből nem jó a kínai. Na már majdnem kész vagyok. Na jó. Na most tényleg ne dobjuk ki akkor azt a izét. Mit? A... Mi? Azt. Dehogy? Nem. A lámpát. Várok egy-két-három napot, hát ha valakinek kell. De kinek kéne? Jó, soha nem tudhatod.
valaki nem tud magának venni. És amúgy jó kis dizájnos. Na. Hát most ilyen... Egy lila függönyös. Igen. Meg most... lila függönye van, de amúgy ja, tényleg. Na. Most ilyen francia ágymél, ilyen kis izéken, éjjeliken, tök jó néz ki. Hát nekünk is van. Ennyi szemét, ami tőlünk kimegy. Az biztos. Szerintem 6 családnál nincs ennyi szemét. Már a kint is fütyül egy. Tényleg? Egy zsák. Van, amikor ez a nagy zsák. Ez a 240 literes. De ez amúgy igaz. Hallod, emlékszel rá, amikor ide költöztünk? Tele laktuk a izén. Egy konténer a miénkkel volt tele. Igen, mert amúgy izé, mi ilyen beteges izék vagyunk amúgy. Gyűjtögető. Mennyi cipődet kidobtam? Ja. Több, mint a fele cipőjeimet kidobta. Még olyat is kidobtam, gyerekek. Ja nem, azt levittem a Zsaltinak amúgy, ezt nem dobtam ki. Azért, hogy ne dobják ki, mert lent elhordják. De te, kell még, persze, hát az még jó cipő, figyeld. Eltelik egy év, Zalika kell. Persze, hát az hordom. Most megint cipő. Mi lenne, ha vennél magadnak egy jó felsőt? Vagy valamit? Miért kell cipő? Vagy egy hangmodulátort. Azt miért nem kérdezed meg? Vegyek neked? Mi? Csak gyűjtsél rá. Na mennyi kell akkor? Jaj. Hát egy... Egy havi 30-at tegyél nekem. Márola! Még havi 30-at, örüljél, hogy eszel, fiam. Havi 30-at, és akkor ilyen... Ahogy észrevetted, mióta itt volt, itt vagyunk, ez nem csörgött? Hál' Istennek, minek csörögjön? De amúgy innen le tudunk szólni a portára is. Igen. Istenem, hova tegyem a táskáimat is amúgy, gyerekek? Na, az meg a másik, pont mondani akartam. A táskáiddal kezdjél valamit, mert kidobálom az összeset. Nézzétek meg! Nézzétek meg, ez a kabáttartó, az az ő táskájával van tele, és akkor még a szekrény ki se nyitom. Találj ki ezeknek valamit. És mit csináljak velük? Nem tudom. Nem fér a szekrénybe. Akkor ajándékozd előtte. Ja, persze, hogy ne. Te is ajándékozz már a cipőjét. De az befér egy ilyen kis vékony izébe. Na nézd meg, milyen szépen beférnek. Az a baj. Elmondom, mi a baj. Na, mi a baj? Hogy? Mit is akartam mondani? Na? Ugye munkájára rászoktam erre. Hát jó, jó is az. Ez össze van keverve, gyerekek. Domestos, meg... Ablaktisztító. Ablaktisztító. Ez a mi titkos vegyszerünk amúgy. És ezt használjuk bent a izébe. Mondjad? A munkahelyen. WC pucolás következik. Na, hagyd nézzem már, hogy kell WC pucolni. Jó, hát alapból nekünk nem letkes a WC, de... Akkor mit nézel ezzel? Csak áttörlöm. Jó, amúgy is tudom. Csináltam én is, úgyhogy nyugodj. Megfogom. Teszünk bele ilyen. Nagyon keveset. Speckó. Vegyszert. Így. Fú, de nagy szaga van. Ja. De ebbe tudod milyen ízi, ilyen 50-szeres higgítás kell. Azért mondtam, nagyon-nagyon keveset. És a WC pucolás elkezdődött. De ügyes vagy. Van olyan WC, ahol tiszta ízi? Csúnya. Van. Vagy vízköves. De ez mit tört? Akkor vízköldozni kell, le kell vízköldozni. Ahol már látod, hogy ilyen sárga izé van, rajta, olyan csík, az vízköldozás. Soha nem ülnék olyan idegen WC-re amúgy. Te? Hát most a szükség nagyon. Jó, de mi nők vagyunk, te férfi vagy. Na de jó, de most valahol vagy, ezt majdnem beszarsz, most mit csinálsz? Hát nem, még a pisit is az a postára. De hát egyszer nem tudod hazavinni. Mit csinálsz vele?
Hát akkor bemegyek egy benzinkútra. Na és ez honnan tudod, hogy ez tisztán? Mi a benzinkutas? Hát... Na... Hát ott azért tisztán. Honnan tudod? Hát most honnan tudod? Na, ennyi. Nem tudhatok semmiről semmi. Ki szeret takarítani? Amúgy én szeretek takarítani. Nem mindig amúgy. Nya! Ezt is kipakom már, mert ilyet is kell venni. És mutogatod a táskáimat, Rafina? Akkor se adom senkinek. Gyerekek, lányok, asszonyok, jelentkezzen, akinek táska kell. Fiúk, jelentkezzen! Inkább én sunyiba elviszem nektek, esküszöm. Ó, hát akkor olyan drága táskákat vennék magamnak, Zoltán. De amúgy tényleg ellopnák tőled egy-két táskát, észre sem vennék. De hogy nem, hogy ne tudnám. Marian, ez a posta, Törökország, Claudia, mindent tudok. Hát szerinted, hát minden szettemhöz van egy izé, van egy táskám. Nem tűnt fel? De jó megy nekünk, Istenem. Most amennyi ruhád, annyi táska? Hát egy normális nőnek, és hát aki ugye... Megteheti tehetős, igen. Sem dolgozik, és semmit nem csinál, ugye? Ezt most miért mondod? Hát, hogy olyan teheti meg, aki minden nap fölvesz egy ruhát, és minden nap van neki hozzá táskája. Mi? Minden nap izé van? Nem, te nem sem rólad beszélek. Na, azért mondom. Azt hittem, nem is tehetnéd meg, mert... Egyedik sűja. Jó, mondom itt vannak. Nyugodtan takaríts össze. De fejezd már be, mert tudod, hogy félek, na. Most azért, mert leesett és benyomta a onnan bekapcsoló. Tudom. Hát nem láttam. Aj. Előbb le akarta külni. Üljenek rád. Lehet spongyabob volt. Na igen, aki ilyen tehetősebb, érted? Egy kicsit vagy, aki ott van vele. Hát, na jó, most akkor úgy mondom, hogy ilyen dús gazdagok, érted? Az annak... Na most izé, fölöltözik szépen. Reggel, még nagyon sokan van, aki csak föl kell kelnie. Érted? Hát én nem lennék olyan. Esküszön, inkább szívesen megyek dolgozni. Én nem tudnák itthon lenni egész nap. De hogy nem megtudnám, jó egy idő után, persze unalmas, mert unalmas, de amúgy nagyon sokan vannak úgy férfiak, akik otthon vannak egész nap, sőt nekik is férfiaknak is vannak táskájuk, de nem is. Jó, egy, igen. Dehogy? Dehogy nem. Nem egy van. Hidd el nekem. Tudod, hány embernek van? Férfinak van mennyi táskája? Egyes férfiak jobban öltözködnek, mint egy nő. Mint egy nőnak. Úgy mondom. Jó van, elég mábor a takarításból. Gyerekek. Jó, nem úgy, hogy a videót már nem csinál többet. Ne, unalmas, nem? Úristen, akkor minek kezdtél bele? Hát én megmutattam azért. Mutattam a takarításodból, most jelenleg 22 percet. Látod? Azt se lehet bezárni. Látod? Mit csinálsz? Be akarom zárni, bemegyek, nem lehet a sok táskától. Mi? Szemét. Hú, na jó, gyerekek, elkészülünk, aztán majd jövünk vissza. Ügyes voltál. Majd igyál meg egy kólát. Majd te is vegyél magadnak cipőt. Szépen viselkedjél. Nagyon szép legyen. Tényleg soknak van a WC-jében kuka? Ezt a... Hát, mi honnan tudjam? Mi? De hol van mosdó például? Ki ezt a polszart innen? Ez a cipőmnek a takarítója. Jó, de mint hogy bevinnéd, vagy 2000-ig kitisztítsák neked szépen. Hülye vagy? Hát azon már jól lakok. Főleg, hogy fogyjuk. Jaj, ennyi szem. Na jól van, segítek. Kiviszed? Igen, hagyjad.
Na, sziasztok! Mit már kitélek, Zolina? Gyerekek, én már unom ezt a takarítást. A Mizu édesem, hol tartasz? Ha? Hogy tartasz? Én hol tartom? Igen. Szia, Mézikém. Unod már te is. Farki, hol vagy? Ülök és várom, hogy kész legyél. Farkiékkal várjuk, hogy kész legyél. Igaz, Farki? Igaz, Farka? Nem fekszek, esküszöm. Akkor mit csinálsz? Na, igaz? Igaz, hogy nem fekszünk? Na, látod, még Méz is veszekszik veled. Most fölkelek, megnézem, mit csinál. Hogyha egy jamalka vagy mi. Úristen. Hú, viszki oldó. Büdös mi? Maró. Hát a csapokat muszáj, meg a csempét Zoltánom. Meg ezt a... Jó, most már tényleg kész vagy, akkor kész vagy. Ez jó! Ennyire? Vagy nem, na. Vagy ennyire unod? Nem, azt mondja, megvagy és akkor kész vagy. Aha. Hát még nem, mert amúgy még fel kéne mosni. Olyan lenné, már rég felmostál volna. De én lelkiekben segítek. Az szép, majd várjál, szorulsz te még rám. És nem örülsz, itt vagyok veled. De amúgy milyen jó tiszta lakásba élni, nem? Hát jó, csak azért tenni is kell, hogy tiszta legyen, ugye? Micsoda? Sok munka van ezzel a gyerekek. Hát sok, persze. Hát mit gondoltál? Én nem tudom máshogy tud kitakarítani egy óra alatt. Már mióta takarítok? Mióta hazajöttünk a edzésből, nem? 3:30 van. Nem mondod, Zoli? De. Jó, ma amúgy készen vagyunk. Készen vagyunk. Hát az. Mi elmosogattam. Milyen csúnya, még mindig a karod. Ja, hát igen. De mondd el nekik, jó? De, kimondalak. Na már. Hogy? Gyerekek, alszunk. Alszunk. Nem már. Nem már. Alszik mellettem, a karomon alszik, és mire kelek föl, hogy kiharap. Gyerekek, kajakra kiharapott. De azért, mert... Olyat álmodtál. Igen. És ugye itt volt a karomnál ugye a feje. Még ott is van, nem tudom, hogy mennyire látszik. Nem ázoli, ne égessé már le. Ott van. Aj. És arra kelek föl, hogy kiharap. Mondom, mit csinálsz? Mondom, mi harapdálsz te engem? Nem, azt álmodtam, hogy a szürmös, a sógornőm. Igen. Mentem vele Dunakeszire valahova, és a hátunk mögött állt a rendőr. És nem tudtam tőle váltani, mert így szép volt téve a lába, meg a keze, szórakozott. És mondtam neki, hogy fejezze be, mert meg kell állni, vissza kell váltanom. És hát nem ért neki. Ja, hogy te beleharaptál a lábába? Nem a lábában, csak azt tudnám, hogy itt a tükrön mit keres a szőr. De most komolyan, Zoli? Azért, megmondjam. Igen. Figyeld, Mert itt borotválkozok a géppel. Igen. És így nyírom. Igen. Eljutatom. Igen. Így nyírom, így. Igen. És ugye fölpattog végig. Istenem, tiszta. Hallod, ezt minden nap lehet mosni, mert ez állandóan tiszta szőrtőleg. Hát, de nem minden nap borotválkozol. Hát akkor nem tudom, mitől ilyen szőr. Nézd meg, most takarítottam ki, már tiszta szőr. Amúgy ezért, miért ilyen poros ez a fürdő amúgy? Én nem értem. Itt meg gyerekek, szerintem cigiznek a WC-be, tuti. És itt olyan cigi szag van. Ott bejön egyébként ott. Mert ezt föl kell kapcsolni, soha nem kapcsolod föl. De amúgy kitisztítottam, de amúgy semmit nem ér, elmondom neked. Dehogy nem. Na, úgyhogy igen, na azt álmodtam, és nem engedte, hogy visszaváltsak. Várjál. Nem engedte, hogy visszaváltsak, és én meg amúgy álmomba a Wikibe haraptam bele, és közben a Zoliba. És képzeljétek el, hogy sírtam is, mert olyan lelkiismeret furdalásom volt,
hogy beleharaptam. És ezt kérdeztem Zolitól, hogy más pasi, vagy nő, vagy teljesen mindig. Ó, hát ez most nem díj, hát álmodban jó, volt. Tudom, de akkor is sírtam, mert lelkiismeretű utalásom volt. Hogy más igaziból amúgy kajakra, hogy meri megütni a feleségét, vagy a felesége az urát? Hát én nekem a szívem megszakadt, mikor keltem föl, azt láttam, még vérzett is egy kicsit neki. Most én meg sírtam. Ezzel a szivacsal mit csináltál? Se, a cipőmet tizeltem. Cipődet, ügyes, azt itt kell hagyni. Itt lesz alul, jó? Oké. Na, hát amúgy felmosok. Jó. Na, jól van, gyerekek. És akkor tényleg húzunk, mert... Na, jól van. Jövünk a végeredménnyel. A na, gyerekek. Köszönjük, megvalva, annyira nincs kedvem főzni. De ez kész van gyorsan. Hát muszáj vagyok. Én már picit lefeküdtem. Na nézzük meg a... Micsoda? Készen vagy, Szivi? Mi? Készen vagy? Hát, jó, már csak itt a... Megnézzük, milyen munkát végzett anya. Na. Hozzám egy pohár vizet, légy szíves. Inni akarsz, hogy mit csinálsz? Megint. Nem. Gyere, Farki! Gyere! Gyere! Mézi nélkül nem jön ki. Jön, hogy ott? Ó, úgy esik az eső hallani. Tudod, egy kis gondoskodás, az is már mióta nem volt lecsalva. Tudod, egy kis gondoskodás, azt már vissza is jön. Megszárad bent a kő? Meg. Kő. Ezt kidobom-e? Jó. Meghalt. Nézd meg minden. Hát sia! Hát, nem is jön ki a mézi nélkül. Nem, de szeretem testit. Na. Hát, készen vagyunk. Vagyis van a Tina. Szép, gyönyörű lett a fürdő. Jaj, bocsánat a lábad. Jó, fürdőt átvettem. Isten! Ha itt is főnökeskedsz, nem elég a postán, de még már itt is. Igen. Mennyi már ez orrakozzá már? Csempő megvan, oké. Igen, átvettem. Istenem. Parki, átvettük anya takarítását? Te azt is nézd meg, nehogy ez kimaradjon. Átvettük anyának? Nem, adjunk még neki munkát. Hány, azt mondja Parki, hogy még adjak neked munkát. Még annyit megcsinálok, beáztattam a felmosót. De már fakad. Gyere, nézzük meg a teraszt. Gyere. Na. Nem a helyedre mondtam, hogy menjél. Gyere, Farki. Mi? Ó, de egy másik az eső, Tina. Na, Farki. Szakad. Mit szólsz te ehhez? Mi? Mit szólsz ehhez? Sok volt ez máma nekem. Sok volt, Farki, sok volt. Még egyszer itt teszed a csontot, de jó esik a virágra, a víz, örülök neki, jó van. Kicsit azt még kéjebb is lehetne. Jó, na gyerekek, a takarítós része a napnak megvolt. Elfáradtál, Tina? Kellemesbe? Annyira nem. Na jó van.
takarítás része megvolt, jó hosszú. Még tudnák amúgy ma mit csinálni. Jó hosszú lesz ez a vlog. Na, legalább lesz mit nézniük. Hol az a haj? Na nézzetek nekem meg is. Most. Én is holnap megyek a fodrászhoz. Ultra gáz vagyok. Farkinek a babái, figyelj, de szokta vele, fordítsa meg a kamerát. Most nem fog érdekelni. Ha, nem. Mond. Az a baba nagyon érdekli, az a kedvenc, a mini. De megöllek, hogyha ledobod. Valaki nem úgy ledobod az erkélyről. Jaj, mindent ledob, gyerekek, azt ide a szomszédhoz hát. Adjál neki pópit. Szépen, ne bántsad. Adjál neki pópit, bántottad. Úgy adjál neki puszikát. Jaj, de ügyes. Nem bántod már, fiam? Nincs valamit látott. Ez a farkinak a izéje. A... birodalma. Birodalma. Ez a terasz. Itt figyel egész nap, gyerekek. Egész így nap. Leül. Azért ott van kint a szőnyeg. Itt van egész nap, még éjszaka is képe, ha be van csukva az ajtó. Mert nem tudom, mi lesz vele télen amúgy. Nem tudom. Na mindegy. Na úgyhogy gyerekek, a takarítás része megvolt a napnak. Még tudnák mit csinálni, ha segített volna Zoli ablakot pucolni, ilyenek, de már letörölgetve le van, hála jó Istennek, ki van retkelve minden. Na. Majd annyi, hogy még a ruhásszekrényt kell rendbe rakni, mert gyorsan az... átölt, én fölöltözök, és akkor még elugrunk. Most megyünk a pólusba. Elugrunk a pólusba, ott veszünk csirke mellett. Meg nekem cipő, vagy ezt tegyük át holnapra? Szerintem holnap, mert én is holnap nézek akkor, jó? És ki mondta, hogy veszek? Na igen, kell venni csirke mellett. De amúgy azt a Lidl-be is meg tudjuk venni. Minek megyünk azért a pólusba? Vagy itt van a, ez a másik? Duna Plaza. Mert be kéne fizetni a Telekom. És ott is be tudod fizetni. Nekem mindegy, ahova te szeretnél. Most azért elmész palotára, gyere haza, eső van, nincs kedvem, főznem kell. Mindjárt felhívom most a csirajányt, várjál. Hát ha nem jön, akkor nem főzök. Vagy te neked éhes vagy? Van kajám amúgy. De hát 4 órán mikorra főzöl meg? Akkor mondjad ilyen 7 körül jöjjön. Várja, ja, csak hogy jön-e azt? Kizélem? Igen. Hogy tutira jön, vagy nem tutira jön. Mert akkor más lesz a program. Hát igen. Halló, Marika, 100% hogy jössz, vagy pocsékolásnak főzöl? Mert csak azért, mert te meg általában megígéred, hogy jössz, az sehol semmi. De most mit akar? Semmit, akkor megyek a boltba főzni való, én mert most végeztem a takarítással. Azóta, mióta eljöttünk a Mondiból. Esküszöm. Na jó, akkor biztos, hogy jössz? Igen. Na jó van. Akkor olyan... ilyen hétfele, jó? 6-7. 6-7 fele. Na jó van, akkor cső. Na, akkor csak jön. Na, jól van gyerekek, megyünk alapanyagokért a gyroszhoz. Aztán majd veszem azt is, hogy csinálja Tina. Így összevágom nagyjából. Na, csúmi. Cső, Tina. Hello. Gyerekek, átjöttünk a Duna Plázába. Eső esik. Elejtettél valamit? Nem az enyém. Jó, azt hittem, hogy te ejtetted el. Vagyunk a spárba, ugye? Aha. Úgy nézett ki, mint egy hajléktalan. Miért? Hát csak úgy, ez játszott. Jó, most azért, hogy nem öltöztél át. Úgyse leszünk itt sokáig. Na, úgyhogy ennyi gyerekek, spárból jövünk. Gyerekek, bevásárolunk, aztán megyünk ki, mert szóltak, hogy nem lehet videózni. Nem tudom mi a francia, na mindegy. Kintről jövünk vissza. Így van. Gyerekek, elkészültünk. Már épp ideje. Ja. Épp ideje volt. Na, 7:15. Hát ez az enyém, én több zöldsége,
kínálnak. Ugye, lájtos. Madáradag. Lájtosan csak. Jó. Na. Úgy, gyerekek. Jól lakunk. Jól lakunk, aztán lepihenünk. Hát nem tudom, a nővérem mikor ér ide. Szerintem már jött lesz lassan. Úgy. Készítsétek el, és írjátok le, hogy ízlet nektek, gyerekek. Na. Remélem tetszett a mai napunk, bízom benne. Hát ja. Úgyhogy, jaj, nagyon elfáradtam. De még én is. Na gyereket, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, végignézitek. Ha tetszett, akkor like. Ha nem tetszett, akkor természetesen egy dislike, azt is elfogadjuk. Ja. Na jó van, puszi mindenkinek! Sziasztok! Majd jövünk valamilyen tartalommal. Hát igen. Sziasztok! Sziasztok!